Az új részben James rátöri az ajtót hajnalban, nem mondom meg hánykor, de hajnalban rátöri az ajtót szerencsétlenekre, és nem is mondom, tovább kezdik az első bevágással. Have been eliminated. Good morning, you guys, and welcome to Insta Influencer week number 2. It is currently 5:05 in the morning. Good morning, Benny. See ya, Georgie. Rise and shine. Did you just wake up? I'm literally like in underwear and everything. Throw on some pants. Let's go. Okay. Robes. And I'm excited because honestly, I think we're going to a spa. Right? Right? As an influencer, getting ready fast is a very vital skill. Oh my god, way too much. Way too much. Just joking, you can never have too much. Getting ready in 30 minutes isn't a crazy concept, but a red carpet event? I have no idea how to do that type of glam in 30 minutes. Oh, no. So I'm feeling really confident. I love the way it turned out. 5, 4, 3, 2, 1. Make them down. We're done. Stop. Oh my god. He looks flawless. His looks so good. I'm getting a little bit nervous. Maybe this look was not the right call. Kelly elvileg egy bőrképre koncentráló természetes sminket akart készíteni, és egy kis kék színnel kiemelni a kék szemét. Most ehhez annyit még hozzáfűznék nektek, hogy egy kis meleg árnyalat és kontraszt segített volna, hogy kiemelje a kék szemét azzal a kis kékkel, amit beletett. A szemöldök ma még központi téma lesz. Igazából Indigo sok mindent nem csinált, viszont a szemöldöke nagyon nem volt fotókész. Nem volt sem kiszedve rendesen, sem sminkel korrigálva. Hello, girl! Hi! You look beautiful! Thank you so much. Okay, tell me about this look. So I wanted to match with my outfit, because I love pink, it's like my favorite color. Yes. And I wanted to kind of symbolize it with my glowy base, and if I was to go out and I had no time, yeah, I would put this on and go out and slay. Yeah. Hey! Itt suhalok, leblátja! Vak-vak, tündére! Csegfegy! Sajnos a másik mai téma a szempilla, ami mint kiderül megint néha jobb, ha nincs. Legalábbis nagyon meg kell választani. A szemek nedvességével nehéz mit csinálni, de egy tincsenként ragasztott pilla jó alternatíva. Benny itt a videón jól néz ki, de amit mi nem látunk, James igen. Egy fotós mink az életben sok lehet, és ez így, mivel a vörös szőnyegre kellett készíteni, ezért finomabbnak kell lennie egy fokkal. Nem látszódhatnak kifejezetten sem a highlighter, sem a púder vagy a kontúr. Ez megint egy olyan próba, amit sminkes gyakorlat nélkül nehéz túlélni. A vörös rúzs és a természetes bőrkép ennél nagyon jó kombó volt, úgy néz ki, a tusvonal meg megszólal. Túl nagy magabiztosság. Vajon miért gondolták ketten is, hogy egy szemsmink elég lesz a vörös szőnyegre? A szimmetria és a harmónia is hiányzik, ráadásul James elmondja, hogy sajnos semmi sem látszik belőle, és nem, hogy nem látszik, de ami látszik, az optikai hatásában nem fiatalít vagy kiemel valami szépet rajta, hanem ellenkezőleg lefelé húzza a szemet. Olyan, mint a táskás lenne, főleg mert rejtett szemhéja van. Néha az egyszerűbb a jó választás, de azt szépen meg tudjuk csinálni, és jól. Ashley, I love that you use techniques that you're familiar with in order to create a successful look. Benny, your look today I think was beautiful, and this is what we want to see. Both of you two did an amazing job today, but it's really about who could show up at an event unclockable. The winner of today's compact challenge is Ashley. Congratulations. 2 challenges in a row, babe. We're going to be doing a style of makeup that can't exactly be rushed. Drag.
A drag kifejezés végigkísérte az emberiséget a görög amfiteátrumoktól a középkori angol színházakon át. 20 éve már a tévében is, tehát már a nyilvánosság előtt is többnyire normális az, hogy ez elfogadott, és hogy ez valakinek a szórakozás egyik formája. Sokan sokféleképpen éreznek ezzel kapcsolatban. Van, aki írtózik, van, aki drag show nélkül nem tudja elképzelni a szombatestét, és van, aki szerint, mint szerintem is, ez az önkifejezés egyik legszebb formája, amely a sminkvilágot mindig is előre hajtotta, és a maga furcsa nemében nagyon hasznos, főleg a sminkeseknek és azoknak, akik ezzel foglalkoznak, mert mind a termékfejlesztéseket, mind a kreativitást és mind a látvány sminkek úgymond elfogadottabbá válását hozta a világunkba. Maga a szó angol eredetű, Shakespearehez köthető, dressed as a girl, tehát nőnek öltözve. Ez azonban nem jelenti, hogy törvényszerűen transznemű valaki, egyszerűen maga is mások szórakoztatására használja. Amerikában pedig óriási kultusza van a mai napig. Rengeteget tanulhatunk tőlük szerintem, mind kreativitásban, mind a nézők vizualitásának megfogásában. We can learn so, so much from drag queens as influencers. They teach us about creativity, performance art, quick-witted humor, and most importantly, being able to connect with an audience. Trixie Mattel! Hello! Of course, I thought we're here to drag someone, right? Oh, I want to see bold choices, I want to see bright colors, clean lines. I want audiences to see you from space. Just go big. Or go home. Your whole life. Okay. Having a drag legend giving me this consultation is so special. A lot of the girls I know who live their lives as women and then they do drag, they really push it that extra up to 11 to make it. I'm a woman in drag and I'm somehow like otherworldly in a way. Okay. Like maybe experiment with like more color. I am a pink bitch. I'm going for the pink one. Me too. It's going to complement the idea I have. Same. Realistically, everybody's going for the pink one because it's the cutest. 3, 2, 1. Run. Sorry, Benny. Sorry, Benny. Mike? It was off. Skin tone? Natural skin tone. Snatural. I Snatural. Am. Oh, you named this look? Yeah, it's called Snatural. Snatural. It's snatched, but natural. I love that so much. It's kind of like glowy and hoey. Yes. Where's your merch? You need some. She's pretty. She looks natural, but a little bit more. So she's natural. His face is definitely successfully reshaped. Yeah, his contour's in the right place. His jawline contour's in the right place. His like shading and everything looks good. Yeah. It's crazy that he's choosing to do a sad look when every day I put on makeup to cover a sad look. Community. Ooh. Yeah, I like that. You're so cute. Since you've been here, you've been like, I just love the animals. I know, I do. I am the animals. James itt Benny-ről mondja, hogy reméli, hogy ki fogja tölteni a smink azt a nagy szemhéjat, amire a magasra rajzolt szemöldöke miatt lesz szükség. These brows are not even friends. Just pull it down for a sec. And I let go. Okay, shoots right back up. I'm sorry. Oh, sorry about what? Oh my god! What? It's just, wow. Just really... Yeah. 4, put some glitter on. 3, 2, 1, stop! Oh, wow. I think I got goosebumps. We're doing a drag show tonight. I had a drag persona. Her name is Unity. She's like an intergalactic, not from this type of world. And that's what I feel like, Unity. És hogy mi a zsűri véleménye az elkészült sminkekről, azt most Norvina kezdi. Ezeknél a sminkeknél sokszor probléma, hogy nem látszik a szemük, ilyenkor nagyítani kell valamivel, kövekkel, fehérrel vagy kisebb tincsekben felrakni a pillát. A sminket ketten is újra kezdték, Kéli a felét, Tresmi az egészet előről kezdte, mindketten az alapokkal nyúltak mellé, Tresmi teljes arcra,
vízbázisú festéket használt, ami nem lett egységes, ezért újrakezdte. Kélinek a nem megfelelő anyagok egymásra pakolása volt a legnagyobb problémája, és egy versenyben az anyagok ismerete és magabiztos használata nagyon fontos. Tresmi elképesztően kreatív és maximalista volt, még úgy is kész lett, hogy előről kezdte, a haja pedig szuper lett, azóta se tudom, hogy hogy csinálta. Indigo teljesen befürdött a szemöldökkel, nem volt harmóniában a sminkel, és nem jól fejezte ki az érzelmeket. Sajnos Indigo a zsűri szerint elhagyta magát. Tresmi szuper volt, és nagyon magabiztos sminkes. Benny koncepciója jó volt, és az ötlet is, de a kivitelezés megint elcsúszott, mert nem tudta, milyen anyagokat használjon, hogy ne folyjon el, és megint káosz lett, mint a reggeli sminknél. Ebben a kategóriában nagyon fontos, hogy messziről is érthető és látványos legyen a smink. Let's talk about the other pink look, which was Gabriel. It turned out good. I'm gonna stop you right there. Oh, okay. I do not think this look turned out good. Really? No, girl. She looks like a windburn Mrs. Claus. Mondjak, te macska vagy? Vigyor kandúr vagyok. These eyeballs could not have been more of an afterthought. On the flip side, I think that the base is really nice. Yeah. Do you feel his highlighting and contouring changed the shape of his face at all? No. And to be honest, I might not even have known he was a cat. It's Britney, bitch. You're here. I'm so happy. I told you. I need to stop overthinking. I know. That's 4 times in a row now. Oh, I need to, like, touch the ground. Yes. Yes. White. Come over to us. Come over. We need to hug you. You guys. Oh. I was really freaking out for some reason. Hi, Indigo. Hey. It's Kayla. You're here. Oh, you're on the way. You're here. Remélem, hogy tetszett nektek a mai videó is. Kérlek, mondjátok el nekem lent a komment szekcióban, hogy egyetértetek-e James-ék döntésével. Szerintetek is Indigónak kellett volna kiesni. Engem egy kicsit elszomorított a dolog, megmondom őszintén. Nem arról van szó, hogy különösképpen odaig lennék Indigóért, de művészetileg nagyon elismerem. Nem biztos, hogy neki kellett volna kiesnie azok után, amiket például én Gabrieltől láttam a mai részben. Még akkor is, ha egyébként Gabriel nagyon aranyos és nagyon cuki, de az, hogy valaki aranyos és cuki, hát az nem biztos, hogy ebben a versenyben egy szempont. Úgyhogy remélem, hogy elég információt kaptatok most már a versenyről is, és minden sminkes szakmázásról, amiről beszélgettünk a videóban. Ha bármi kérdésetek lenne, vagy pedig videó ötletetek van, akkor mindenképpen osszátok meg velem, és nagyon jó pihenést kívánok nektek a karantén második részére, vagy hát ami még hátra van belőle. Sziasztok!